Csak nem 400 önkéntes gyűjtötte a támogató aláírásokat a Fidesz-KDNP jelöltjei számára a győri választókörzetekben, jelentette be sajtótájékoztatóján a párt győri elnöksége. Az íveken végül rekordmennyiségű szignó gyűlt össze. Összességében a két körzetben, a győri központú 1-es, illetve 2-es körzetben több mint 40 ezer támogatást sikerült gyűjteni. Hozzáteszem, hogy a Fidesz történetében még soha a rendszerváltoztatás óta ilyen rekord mennyiséget ilyen rövid idő alatt nem sikerült összegyűjteni. A munka oroszlán részét a Fidelitas végezte. A szervezet továbbra is segíti a kampányt, bízva abban, hogy április 6-án sok fiatal megy el szavazni. Jelen vagyunk az utcákon, rendszeres programokat szervezünk, és figyelemfelhívó jelleggel élünk, hogy április 6-án menjen el mindenki szavazni, különösen a fiatalok is, hiszen szeretnénk, hogyha a megkezdett munka folytatódni tudna országosan is, ehhez kérjük minden fiatal támogatását, illetve szeretnénk megköszönni Borkai Zsoltnak és Szakács Imrének is, akik most leköszönő országgyűlési képviselők az eddigi munkájukat. Fekete Dávid, a Fidelitas Győr-Moson-Sopron megyei elnökeként azt mondta, munkájukat igazolja, hogy a támogató ívet ilyen sokan írták alá. Ez egy megerősítés számunkra, hogy Győrben és Győr környékén jó fiatalnak lenni, jó fiatalként itt élni ebben a városrészben, ebben az országrészben itt Magyarországon, hiszen olyan gazdaságfejlesztő tevékenység zajlik, olyan jó a gazdasági élet, olyan kiváló oktatás, kulturális intézményeink vannak, amelyek azt szolgálják, hogy a fiatalok számára megfelelő életfeltételeket tudjunk itt biztosítani. Kara Ákos, a térség országgyűlési képviselője, az elmúlt évek munkahelyteremtő, illetve megőrző intézkedéseiről beszélt. Európában szinte egyedülálló módon bevezettük az első munkahely garancia programot. Ez egy országos program volt, ez egy sikeres program volt, ebben az esztendőben is folytatjuk. Ugyanakkor a megyében sikeres 32 ezer álláshely megőrzését segítő munkahelyvédelmi akciótervet is jelent részben a fiatal anyák, illetve a pályakezdő fiatalok számára biztosítottuk. A politikusok a sajtótájékoztatón mutatták be a Hajrá Magyarország című kiadványt, amely az elmúlt 8 év eredményeit összegzi, és vázolja a következő időszak céljait.